Fogott Nicky Eisenstein a Potyomkin páncélos forgatásának, egyben ez a film bemutatásának éve is. Milyen szuggesztív, festményszerű snittek, melyek az emberi szenvedés kifejezői, bár nem hosszantartó, hanem pillanatnyi, a halál fenyegető közelsége vagy éppen bekövetkezte okán, ám szimbolikájában mégis a lassú tempó és a hosszú kitartott képkockák miatt az egyetemes emberi szenvedés megtestesítői lesznek. 1925. Ebben az évben született meg Szabó József is, bár a film születéséről értelemszerűen nem lehetett tudomása, Szabó életrajzából kitűnik, milyen mélyen foglalkoztatta a kultúra és a művészet egyéb aspektusainak megismerése. Szíve szerint kötelezővé tette volna minden élő ember számára a művészet ismeretét, mint egyedüli kiutat a kilátástalanságból. A megmutatás szándéka, amely kíméletlenül arcunkba vágja, hogy mire vagyunk képesek, és mennyire nem vagyunk ennek legtöbbször tudatában. Ez Eisenstein üzenete. És talán valami hasonló Szabó Józsefé is, a tartalom hasonló, a képek hasonlóak, mint oly sok minden máshoz hasonlatosak, ám a végső üzenet ennél sokkal kifinomultabb. Szabó rajongott a francia és orosz szerzőkért, fajta realizmus mestereinek műveit, ám végül ő valami egész más tűzött ki célul maga elé. Nem a tények közvetítését, nem a realitás hű ábrázolását, legyen szó örömről vagy szenvedésről. Ennél egyetemesebb szándék vezérelte, de nem művészileg, hanem pszichológiailag, társadalmilag, emberileg. Ehhez kereste a megfelelő eszközöket. Fatáblára festette képeit, az érdes felület megmunkálásához pedig finom ecsetmozgásra, pontosságra, lassú munkára, és ebből adódóan mély átélésre volt szükség. Hogy a mély átélés hozta magával a technikát, vagy a technika eredményezte a lelki mélységet, ezt nem tudhatjuk, de talán nem is fontos. Egy biztos, hogy az érzés számunkra hasonlatos, belefeledkező, magával ragadó, megdöbbentő, rémisztő és felszabadító. Ennek oka talán az, hogy a szürreális kontextusban az alakok mégis rendkívül emberiek. De talán kezdjük az elején. Alakok sokassága, egy rejtélyes káosz, melyet szemlélve sokszor abban is elbizonytalanodunk, hogy tetőtől talpig egész élő lényeket látunk-e. Majd hamar meg is bizonyosodunk róla, hogy nem. Olykor csak fejek sorakoznak egymás mellett, olykor még csak nem is fejek, hanem puszta állarcok, de talán fülük soha nincsen. Nincsen rá szükségük. Nem szavakkal, hanem képpel üzennek, párbeszédünk nem hangokon alapszik, hanem a látványon. Sós Imre elképesztő mimikai játéka ötlik fel a Ludas Matyiból, szintén 1950-ben született film a művész inspiráció iránti fogékonyságának delelőjén, formabontó, mellkasra szerelt kameramozgással, ahol csak az arc számít. Minden látszik, a száj legkisebb rezdülése is. Ám Szabó Józsefnél a látvány is csalóka. Hol az állarcokkal közli velünk direkten, hogy a személyiség összetett, és hogy megfér egy helyen a felszabadult öröm a szorongó félelemmel, hol már ott elakadunk, milyen világba is kellene belépnünk, ha együtt akarunk lélegezni a festménnyel, és meg akarjuk érteni szereplőinek üzenetét. Nehéz ugyanis eldöntenünk, hogy az előttünk álló alakok, parasztok esetleg a festő gyermekkorának falusi szereplői hatalmas lapátkezeikkel, széles vállókkal, mokkány minden terhet elbíró alkatukkal, vagy túlvilági lények, akik belső félelmeinket testesítik meg, monumentalitások pedig fenyegetés, felhívás a ránk leselkedő veszélyre, amely ellen pont olyan erővel kell fellépnünk, amilyet ők maguk is megtestesítenek. Ne talán egy letűnt kor szereplői, akik legalább olyan imagináriusak, mint maga a túlvilág. De akárhogyan is, minket meghívnak arra, hogy értelmezzük őket, ránk bízzák a megoldást, de eldugott részletekkel, sejtető félszavakkal mankót adnak a kezünkbe. A továbbiakban minden a mi dolgunk, és valahol így gyökerezik a felszabadulás. Felismerjük a félelmet, meglátjuk a szenvedést, de megtapasztaljuk azt is, hogy létezik kiút. Mi magunk, belső lényegünk alapos megismerése és a párbeszéd, melyet Szabó József festményeit nézve önmagunkkal kezdünk meg. Szabó József múlt pozitív, jelenrealista és jövőorientált. Talán ez is a baj, hogy mintha egy máskor szülötte lenne. A múltban alkott Brüggellel, vagy talán Bosch kortársaként, és mintha el is hinnénk, hogy nap mint nap együtt boroztak a napsütésben, és onnan mentek vissza egy jó beszélgetés után a félhomályos műterembe megfesteni mindazt, amit magunk mögött hagyni lenne küldetésünk.
De ez a feladat a jelenben dolgoztat meg minket. A mindenkori mostban ró ránk terhet. De csak a jövőért van. Egy szebb jövőért, melyben Szabó József hitt, és ezt a hitet kapjuk meg tőle mi is ajándékba. Egy visszahúzódó ember volt, nem szívesen szeretett szerepelni. Azt megfigyeltem, amikor festett, általában zene szólt nála, komoly zenét szerette, kedvelte nagyon, és a magyar nótát természetesen. Visszavonult a mérdése, talán azért is kicsit kevésbé ismert a képei, ugyanis nem szerette a képvásárlókat. Emlékszem rá egy alkalommal, mondta, hogy jövő héten jönnek egy nagy múzeumból egy kiállítást rendezni, megnézni a képeket, de elfelejtett dugjunk egy pár képet, azt mondja, nem is akarom, hogy lássák. Két-három hónapig írok a kép előtt, beszélgetek a képekkel, és egyszer ide jönnek hozzám, és azt mondja, el akarják vinni tőlem. Azt mondja, ez olyan, mint hogy egy gyerekemet adnunk el, azt mondja, és sok minden dologban túlérzik ilyen volt. Sok és sokféle izgalmas dolog történt Európa, benne Párizs, Franciaország művészetében az 1960-70-80-as években. Az amerikai és az angol pop által szinte egy időben, mondhatni szinkronban, 1960 körül megjelent például a Nouveau Realisme, olyan művészekkel, mint Armand, César, Tinguely, Niki de Saint-Phal, Yves Klein, Daniel Spöri és másik. Itt is adott a fotorealizmus, aminek egyik jeles képviselője volt néhány évig Csernus Tibor, akinek a műveivel éppen úgy találkoztattunk már egy galériában, mint Hantai Simonéval, aki a 60-as évek elejétől kifejlesztette korszakos jelentőségű festés, vagy inkább alkotómódszerét, a hajtogatást, a pliást. De találkozhattunk itt Reich Judit műveivel, amelyek a kezdeti szülőestre évek után éppen olyan öntörvényi módon születtek meg, alakultak, mint Hantai, vagy éppen a Maklávi galériában szintén gyakran bemutatott Fiedler Ferenc alkotásai. Annak a művésznek a festménye azonban, akit te mostani tálat reprezentál, még nem találkozhattunk sem itt, sem más magyarországi galériában, kivéve a Soproni Bakonyi házat, amelyben két évvel ezelőtt bemutatták, amit elhangzott 1925-ben született és 1910-ben elhunyt Szabó József alkotásait, mint egy keresztmetszetet adva az életmű egészéből. Igazat adva, az akkori tálatot megnyitó Fitz Péter művészettörténésznek magam is úgy vélem, hogy Szabó József művészete hazai szakemberek előtt is jó szerint ismeretlen. Fitz szerint Szabó franciaországi működését valójában csak ketten ismerik, az itt is jelenlévő Palodi Judit, valamint Párizsban élő Cserba Júlia, aki könyvet is írt néhány évvel ezelőtt, 20. században Franciaországban dolgozott magyar művészekről. A kötet rövid életrajzot olvasgatva egyébként, mármint Cserba Júli kötetét, és a reprodukciókat szemlélve egyébként azt gondolom egyrészt, hogy az utóbbi időben igen sok minden történt annak érdekében, az évtizedeken át ott élő, dolgozó, alkotók munkásságát itthon is alaposabban megismerhessük. Gondoljuk csak a néhány hónappal ezelőtti nagy sikerű Reik és Hantai kiállítások a Lumuban, a Rozsda Endre retrospektív tálatában a Magyar Nemzeti Galériában, Szilveszter Katalin kiállítással a Francia Intézetben, vagy éppen a Maklári Galéria több korábbi kiállítására, de alig hanem sok meglepetés él majd bennünket még, ha újabb, különböző generációkhoz tartozó, Franciaországban, különböző időpontokban érkező és ott több évtizedet eltöltő művészek hazai bemutató tálatait megrendezik majd valahol valakik.
Mindez persze nem ad feleletet arra a kérdésre, hogy Szabó József művészete miért maradt itthon ennyire ismeretlen, miközben festményeit nem csak számos galériában mutatták be Zürichtől kezdve Chicagóig, Milánótól Párizson át New Yorkig, de jó néhány jelentős múzeumi tárlata is volt Szedben, Montpellierben, Alléban, Évőben, Buszban. Magam az életművet és a művész személyiségét érintő tájékozatlanságom miatt meg sem kísérlek felelni a feltett kérdésre, és arról sincs sejtelmem, hogy ő maga fontosnak tartotta egyáltalán, hogy a műveit idehaza is megismerjék. Most unokaöcsétől megtudta Mimétől, hogy nem tartotta annak, nem is nagyon ismerte a hazai állapotokat. Franciaországi kiállításon a katalógus szövegeiből minden esetre kiderül, hogy valójában sosem érdekelte a dicsőség és a hírnév, idézőjelben, csak egyszerűen a megértés remélem, mondta egy beszélgetésben. Az igazságot kereste mindvégig, ahogyan fogalmazott, és mi magyarok legalább Csontváry óta tudjuk, hogy a nagy igazságkeresők többnyire egyben nagy magányosokká is válnak, ahogyan azzá vált Szabó József is, aki idézőjelben egy másik világ, egy másik bolygó után sóvágott nosztalgiázva. Úgy vélte ugyanis, hogy az emberiség 20. század eleje óta olyan kulturális krízisben él, amelynek feloldására nem talál recepteket. Annál is inkább, mivel, idézem, mióta a dadaizmus szelleme helyet kapott a világban, a művészetek folyamatosan vegetatív állapotban leledzenek. Kivételt képeznek Dali, Max Ernst, Tanguy, Delvaux, Magritte. Írta. Mindezek után alig ha meglepő, hogy a tasizmust vagy például a geometrikus törekvéseket nem is sorolta a valódi művészet foglalókörébe, és az sem, hogy ahogyan itthon, úgy Párizsban sem csatlakozott csoportokhoz, irányzatokhoz. Alig, hanem már gyermek és ifjúkor is erre a magányos utat predesztinálta. A Győr melletti nyúlon született, sok gyermekes paraszt családban, minden az ellen dolgozott, hogy művész váljon belőle, hogy világot lásson. És persze az ellen, hogy gyermekkori vágya, hogy Franciaországba kerüljön, megvalósuljon. 1956-ban ez mégis sikerült. Már a budapesti főiskolán szerzett diplomával került Párizsba, ahol további tanulmányokat folytatott. Előmenetelére jellemző, hogy megnyerte az akadémián tanuló magyar hallgatók számára hirdetett pályázatot. De nem hagyta szó szerint magyarosan mondva lekenyerezni magát. Nizzában, ahol ugyancsak tanult egy évig, műtermet kínáltak neki, visszautasította, ahogyan egy gyűjtő támogatását vagy egy chicagói galéria együttműködési ajánlatát is. Több hónap után az ottani művészetből is kiábrándulva csalódottan tért vissza Amerikából, leromlott házakat épített újjá, mindig közelebb jutta a francia délhez, a midihez. Végül Szerd környékén települt le, a Szévan hegyei között távol a várostól. Magányra vágyott, az emberektől való távolságra, egyfajta őserdőben, a legnagyobb elvonultságban. Azt írta, ott azon a helyen ki tudnám fejteni történelemlátásomat, gondolataimat az emberiség szerencsétlenségéről, amely nap mint nap festészetemben inspirál. De legfőképpen nyugodtabban tudnék alkotni, mindazon kudarcok nélkül, amelyek az emberekkel való találkozásaim eredménye, írta, miközben úgy érezte, hogy mindenét képes odaadni ennek az emberiségnek. Banális és felületes befolyások nélkül, írta, tudná ugyanis a legtisztában és a legegyszerűbben kifejezni ezt a gondolatot, az emberek számára Isten az ő nyomorúságukban létezik. Úgy vélte, a hit, az önmagunkban való bizalom elvesztése az oka mindennek, ezért volt számára nélkülözhetetlen a magány, az égre irányuló tekintet, a végtelen és titokzatos álom. Festményeimen mindezt kifejezni vágyom, foglalta össze, megfesteni szeretném az első ember ideáját, aki ezen a földön él, különösen pedig az ő tudatából kiindulva, az ő nézőpontjából szeretnék alkotni. Úgy érezte, a művészetnek hozzá kell járulni az emberiség arcának a formálásához, erkölcsi újjászületéséhez, a leszámoláshoz azzal a reménytelenséggel, hazugsággal, kétszínűséggel, felszínességgel és felületes gondolkodással, ami a társadalmi elit életét jellemezte, mondta ugyancsak ő. Így született meg, mint egy vészriadóként az a fantasztikus szürrealizmus, ahogy a maga nevezte első nagy korszakát, amely ahogyan fogalmazott, mindig meg fog újulni, mert a határtalan képzelet gyümölcse. Ennek a korszaknak a terméséből készült a mostani válogatás, mely egyáltalán nem tükrözi a teljes életművet, hiszen az 1980-as évek végétől radikális változás következett be munkásságából, ezek a súlyos, nehéz figurális képek átadták a erőket egy olyan könnyed, színes, szinte kaleidoszkópszerű kompozíciónak, amely mondjuk Rozsda Endrének az utolsó korszakát is jellemzi, csak egy kicsit súlyosabb annál, majd visszatért ugyan a figura a képeiben, de ebben a kaleidoszkópszerű színes
könnyebb megfogalmazásban, míg élete végén azután elsősorban a szobrászatnak szentelte magát. De ha már vészviadó mondtam az előbb, akkor nem csoda, ha kiáronnak az utcára mindazok, akik megváltásra válnak. A Biblia lelki szegényei, Dostojevszki megszomorítottjai és megalázottjai, akiknek alakjában Szabó egyes francia kritikusai a szülőföld népét, a magyar parasztok alakját vélik felfedezni, de akik azokat az emlékeket is előhívják, amelyek a 16-17. Századi flamand és holland festészethez kötik a kép nézőit. Parasztlakodalom és vásári mulatság, mutatványosak és valamilyen különös természeti jelenség, talán a napfogyatkozás felé bámuló, keresztelő Szent János prédikációra összegyűlt hallgatóság, vagy a borzongató legendák szörnyet vizionáló csoportok, minden jelen van a képeken, ami Weigel, Bosch és kortárs önök a kompozíción jelen voltak, kortárs környezetben ágyazott betlehemi gyermekgyilkosság és a mitoszok időtlenségével öltöztetett gyönyörű kertje. Szörnyek, vagy inkább szörnyecskék, madarak és madáremberek. Egyszerű mondani uniformizált, olykor már egyszerűen kicsit talán bamba, egy kicsit együgyű arcok jelennek meg előttünk, rájuk merevedett mosollyal, a bizonytalansággal el egy várakozással, amelyen, mint mondtam, ez a kicsit bamba vigyor, egyáltalán nem ellenszenves, sőt rokonszenved keltő. Egyikük másik kezében könyv van, vagy primitív nagyító, üvegdarab, talán tükör, amelyben magát nézi, a mutatványos golyót egyensúlyoz az orrahegyén, egy másik kürtbe fúj, talán zenél. Kicsik ezek az emberek, nagyok és még nagyobbak, folytonos dimenzióváltásban élnek, közöttük olykor melszobrok, szobrok jelennek meg, de az is megesik, hogy a testből csak az érzések lelkiáprotektőzője az arc marad. Arc, vagy ahogyan szintén elhangzott, esetleg állarc. Vagy éppen mindkettő, ahogyan maguk a testek is burokból lépnek ki, vagy inkább abban azzal együtt léteznek. Ez a szétszakadó, hol a testre simuló, hol lazán lebegő burok egyrészt elválasztatatlan összekötő őket azzal a világgal, amelyben léteznek, másrészt meg is akadályozza mozgásukat, behatárolja mozgásterüket, lehetőségeiket, ahogyan az az amorf struktúra is, amely a képekkel megjelenő személyek, csoportok mozgásterét, azaz a kép előterét összekapcsolja a mögöttes térrel, a képi tér egészével. Több festményen emelvényen jelennek meg a figurák, mögöttük, mint Dali, Tanguy alkotásai, perspektívikusan rajzolt vonalakkal tagolt további színpadi tevek vezetnek a háttér sivatagos, sziklás tájai felé. Állítólag néhány helyen ilyen a táj Dél-Franciaországban, Szévanban, ahol Szabó József letelepedett, de persze bőven van ott olaj, narancsfa, citrus is, amely láthatóan egyáltalán nem érdekelte őt. Szabó József ugyanis egy olyan különös, az idő és a tér koordinátáiból kiemelt, mondhatni holdbéli tájon rendezte be színpadát a képi példázatok szereplői számára, amely mindennek mondható, csak földi paradicsomnak nem. A civilizáció romhalmaza inkább ez a vidék, hiszen ahogyan egy helyen a városokhoz szóló Brechtet idézve mondja, bementünk, de semmit nem nyertünk vele, eltűnünk gyorsan, a városok is eltűnnek lassan. Ideérve Beckett halhatatlan hősei jutnak az eszembe, Esztragon és Vladimir, amint Godóra várva éppen kinéznek a szemetes kukából. Menjünk, kérdezi az egyik. Menjünk, feleli a másik, és maradnak.